Esti mese. Az én mesém különlegessége az, hogy van egy itt tanuló leningrádi barátom, akit ha megkérnek szülők, vigyázz gyerekekre, amíg azok színházba vagy moziba mennek. Egyszer meghallgattam Andrei barátomat, hogy mond mesét, és elhatároztam, hogy továbbadom. Hallgassák meg akkor. Na, dobrý večer, дорогие дети. Я расскажу вам прекрасную вечернюю сказку, да? Sanyika, gyere le szépen, a függönyről nem vagy te kárni, és ülj szépen. Ide, te meg köptje a bioponder, hábzik a füled, de... Tiho, я расскажу вам, тихо, да? No, сейчас. Volt egyszer egy hol nem van. Volt egyszer egy ott nem volt. 220 volt. Volt. Volt egyszer egy kolja. Ő nagyon szorgalmasan férj volt, így ott ment háza főzöcskezel okozódni. Hazament, elővette a konzervitót, azt... De elővette. Aztán kinyitotta az ajtót, világos. Utána bement az ablakon, mert az volt nyitva. Volt, deregi gyéti, ekkor jött háza zsina, felesége, liba sorba, nem? De. Ludmilla, így hívják felesége. Hazament, és paradicsomos szájával, lecsókolja Ludmilla, de. Utána egymásnak esznek, de. Kolja nagyon szereti, ócsony ljubit, nagyon szereti feleségét, és jól kidugja a takaról, mint hóvirág, de. Ekkor volt egy nagyon szép, nagyon szép esti mese. Volt egy sűrű, sötét nagy ernő. Gyere, vó, Erdo, izinti, Erdo. Erdóban így ott, Erdóban megy, hámú fehérje. Da. Egy jól kitaposott összvéren, da. Amíg oda nem érted, nagy faháztok, faház... Fahászor, fahászba. Valamelyik jó osszátok be magatoknak, de... Odaért és rögtön kop egy káz, nem volt nála. Kinyitotta az ajtót, aztán belépett, majd befizette a tagdíjat, de... Almás pitécske... nem. Csipke Józsika nem volt ott egyedül. Ott volt korán reggel a vadász az erdőszélen, és lesen volt, szabad rúgás megadták neki, de. Ott volt a vadász korán reggel a fűben, és kukkolt. Googolt, de. De nem sikerült neki, de. Rászkázsú van, pata most azért nem sikerült, mert volt ez a kanizsai bútor betegsége. Ez a szék repedése volt a vadász. De. Ott állt a vadász, a hátán egy távcsöves csőre töltött pistával. Volt a vadásznak ez a távcsöves Puskin. De. Kak Puskin szkazal, ahogy Puskin mondta, minden az anyagin múlik, erre vigyázni. No, volt, deregi gyéti, és ekkor jött haza a bányából, a hetet hétfői teperte, da? Kezőben egy égő bányászlánykával, da? Jött a hétfői teperte, jött a kuka. Nem a köztisztaság kuka jött, teperte kuka, de ilyen ronda kuka volt. Volt neki nagy óra, meg füle volt neki. Na jó, megfordítjátok, akkor ott vagyunk, ahol vagyunk. Jött a teperte, kinyitotta az ajtót, és látott benne nagy hamu popocskát, de? Hamu pocskát látott. Szépen, pervé teperte, ezt prásivet, rögtön megkérdezte első teperte. Ki volt a cipocskémból, de? Jött второй teperte, ezt prásival. Ki evett a nadrágomból, de? Jött a harmadik teperte, ki törül között a gázrezsóba, de? Jött negyedik tepertő, ki aludt a lámpa.
akkor jött, gyerekek, egy kedves gyerekek, a gonosz vas és edényorú bába. Kezében egy férjezett almával. Nem, álma mérges volt, dühös volt. Csipkepitécske nem tudta. Hamupopocska nem tudta ezt. Beleharapott, aztán fűbe harapott. Ettől annak bugyet lett teljesen kaput, de minden kaput, mert van egy kis kaput. Ez világos. No volt, jött haza teperta, meglátta a kislány kaput, betették átlátszó dunszos üvegbe. Átlátszó kőkaporsóba tették, és vitték egyszer csak rá az... Vitték az erdőtől, erdőre... Valamelyik jól osszátok be, valami jól lesz. Ekkor jött a csomgyelok, ekkor jött gyerekek a lófarkú herceg. Viselkedjön! Jött a herceg egy négyütemű lóherével. Gyerekek, jött a herceg négy herével, én nem értem. És megbotlott. Nem az, nem. A ló botlott még. Mert a lónak van négy lába, mégsem hamupatácska. Épp a tompasz matrilgye vacskó. Meglátta kislány örömében rögtön lecsinálta a kőkaporsó tetejét. Hát hogy hozzáférjen a kislányhoz. Oda ment és boldogan bálkézzel szájon csókolta, de. Akkor a kislány fölült, mondta, fázom, nem baj, jobb kézzel is betakárlak, nem jön. No, kancekáncov, végül is megszólalt a déli harangozó, magára húzta, nagyon szép. Ezek után mondta neki a herceg, gyere velem, azért lábon forgok kacsámba. De. Ott te leszel nagyon buldog. De. Kuvasz, na mire leszel? Olyan boldog leszel, mint holnap egy túzok. De. De. Olyan boldog, nagyon boldog leszel. Tiéd lesz a fél országom, a fél cédulám, mindenem a tiéd. Ezek után volt gyönyörű esküvő. Hely, volt hetet-hét országon belül. 8 napon túl. Hely. Hát csak, hogy elmondjam, levágtak 20 csirke, 4 disznó, és a szomszédot a gerendáról. Úgyhogy ez a... Ezek után herceg ment haza. Ment a herceg haza, hogy elmondja, hogy milyen szép esküvő volt, és ott várt rá vas és edényorú bánya. Nagyon csúnya bánya volt, ez egy külszíni bánya volt teljesen. Így sprasivala na sprasivala, kuda így gyors, te gyönyörű négylábú herceg, hova mész? Én nem vagyok négylábú herceg, én vagyok sejmhernyótápasz szamuráj, nem látod? Stoti hocs, és mit akarsz te tőle? Exkazala, mondta bánya, segítség, rőzse sok van, haza kell vinni. Fogta anyukat, beletette rőzsébe, hazavéte. Hazaértek, anyukam rögtön mondta, jót tett helyében, nagyon jót várja, nagyon jó. Én nem az vagyok, akinek te látszol engem, nem az vagyok. Ki vagy te? Én nagyon ki vagyok a rőzsétől, de nem. Én azt kérdeztem, hogy ki vagy te? Én nem vagyok anyóka, én vagyok egy gyönyörű ervalázsolt szöke király kisasszony vagyok. De te vagy király kisasszony, de. És mikor lesz belőled megint gyönyörű király kisasszony? Úgy szól a varázslat, aki engem háromszor magáéval tesz, akkor lesz a király kisasszony. Háromszor? De. Akkor te a büdös rohadt életben nem eszem át. Épp a Tom, herceg dúmál, gondolta, hogy hátra lesznek csoda. Fejére húzta a vödör. És meghajtotta anyókat, mint zinger a varrógépen. Reggel levette fejéről a vödör, anyóka csúnyabb volt, mint valaha. Na most téged megöllek, mert hazudtál. Ti nyisz kazára pravdu, te hazudtál, te nekem azt mondod, hogy te leszel, ha én téged háromszor király kisasszony. Neked már két király kisasszonynak kéne lenni. Megöllek. Maradj, szicsi azt, te herceg. Hány éves vagy, te herceg? 27, és még hiszel a mesékbe? Ha-ha.